A vízminőség egyik legfontosabb meghatározója az algák mennyisége, mondta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere. Nem is alga számot, hanem a pigmentjének a koncentrációját határozzuk meg. Az úgynevezett áklorofil koncentráció jelent egy olyan határértéket, amelyet, hogyha túllép az algák mennyisége, és itt van még egy olyan kitétel, hogy nem mindegy, hogy milyen alga szaporodik el, amennyiben cianobaktériumok vannak jelen, akkor okozhatnak vízminőségi problémát. Hogyha számokra akarunk beszélni, akkor az egészségügyi világszervezetnek a határértéke az 75 mikrogram per liter áklorofil koncentráció. Jelenleg a keszthelyi szigligeti medence területén ilyen 20-30 mikrogram per körüli értékek vannak, itt a Siófoki medencében pedig kb. 10 mikrogram per liter az áklorofil koncentrációja. Jó vízminőséggel találkozhatnak idén a fürdőzők a Balatonnál. Mint a szakember elmondta, az algák elszaporodását az befolyásolja, hogy mennyi szervetlen növényi tápelem, elsősorban foszfor áll rendelkezésre. Amennyiben egy adott tóba foszfor kerül, akkor minden körülmény adott az algák számára, hogy elszaporodjanak. Amennyiben tápanyag nem áll rendelkezésükre, annyiban nem tudnak elszaporodni. Tipikusan más nyarakra is jellemző fajok vannak most is jelen. Amit igazából tapasztalhatunk az az, hogy amennyiben nagyon sok szélcsendes, meleg, kánikula nap van, akkor lokális algavirágzások előfordulhatnak, de igazából az idei évben még nem nagyon tapasztaltunk ilyen jelenséget. A kánikula ugyan önmagában megadja a lehetőséget, hogy elszaporodjanak az algák egy-egy adott vízben, de ez csak akkor fordul elő, ha elegendő tápanyag áll rendelkezésükre. Az elmúlt időszak tartós hősége azonban nem befolyásolta negatívan a magyar tenger vízminőségét.